Sziasztok! Ma is bevetésre megyünk, elindultunk. Egy hatalmas vihar volt itt Csegén, úgyhogy nem is tudtunk igazán elindulni. Aztán a répházban fröccsözgettünk, vártuk, hogy megoldódjon az idő. Három bátor indián, ők most kötnek ki, mármint csak úgy, hogy dobni egy másik helyre. Ők fent voltak, elindultak már esőbe, mi nem vagyunk ennyire bátrak, meg fanatikusak, meg egy kicsit észre kell ezt csinálni, szerintünk. És tegnap este egy kis kettes harcsa jött, de minden halat becsülünk, természetesen örültünk neki. Utána reggel nekem sikeredett, azt majd látjátok videón is, meg fotót már osztottam meg, és akkor bízunk a ma estébe, hogy ez elment a vihar, és megint egy kicsit pesdül a víz, meg a másik ugye, amiben bízunk, hogy a visszafolyókra ráállnak a halak, mert tegnap is így történt, meg a reggel is a videón, és a fogáson ez megmutatkozott, meg hát azon kívül volt két szakításom, azt majd nem tudom, hogy lesz-e róla a videó, de az a Balinok tudsz, a harcsa jött, és egyszer nem tudtam megállítani, miután bement a gyors vízre. Úgyhogy ennyi hal a jelenkező, mint a társam mutatja, a padlógáz, tehát abba kell hagynom. Csőröge mindenkinek. Szerintem busa van kabát. Beálltak itt a busák, sajnos, és bár harcsa lenne, de hát tudjuk, hogy nem. Kis 6 grammos bottal, mennyi esélyem lesz szerintetek? Ujjjj. Most már kint van a vihetőzem, szondanom se kell. Esélyek melyik kisebbek. És elszakad. Oda a wobbler is. Kutya fasza. Sejlájkémet, és dobtam azzal, de megakasztottam, hogy leakadt, és dobtam a balint, ő nem adta, próbálom, kurványat, és mindennel próbálkoztam, mondom, akkor előveszem a nagyobb potot, meg mondom, nézzük meg, hát a harcsák is lennének ebben a nagy burványban. Most már folyik visszafelé a víz, és van egy ilyen színváltás közte és háta. Vannak állva a busák, és már volt egy szakításom az a 6 grammos botra, de az is olyan volt, mint a harcsák. Most nem tudom, hogy ez is olyan, hogy oda koppintott, ja, de jó baj ebbe. De olyan szépen lett, de lehet, hogy busa. Tehát, hogy beakadtam, nem tudom, de
olyan szépen már volt egy halam, az is elment. Akkor volt ez a szakítás, de olyan, hogy én abba is bíznék, hogy ugye azért a harcsa is ideál. Ugye azért rááll a harcsa erre a sok apró fehér halra, aztán hát látjuk. Meg olyan szépen lent van, még nem jött fel, ugye az ötbusa idő után jön fel tetőre. Hát nagyon bíznék benne. Meg ráadásul a harcsa, akkor már jó lenne. Akkor az már úgy szép is. És annyira rám férne, annyi munka van már ebbe benne, hogy már a kutya füle ki van nagyon. Jaj. Nézzétek meg, szépen lent dolgozik, tehát annyira bízok benne, hogy harcsa lesz és nem busa. És 6 grammos botot megviccelte. Vaj, de jó lenne, ha így valóban így. És akkor ez azt jelenti, mert az is olyan harcsa, akkor van több is. Legalább már lássam meg, már esküszöm azon drukkolok, már ha busa szarok bele, kész, jó, elengedjük, menjen a picsába, de akkor tudjam már, de elmondom, ha 6 grammossal is a szakítás, de hát persze, hát ezzel nagyon nem tudtam, de nézzétek meg, olyan szinten lent dolgozik, hát kutya füle, hát annyira bíznék benne, hogyha lesz. Minden arra mutat, minden jel. Itt a szatoknak a tartsa lesz. Jött Bubi is. Kis teppolit dobok egyébként. Ez 15-50 grammos. No, nyomoda is sejlálik. Úgy, jaj. Jó, olyan, mint a farkába rugott volna, jaj. Harcsának kell lenni, harcsának kell lenni, gyerekek. És harcsa. És harcsa, de jó. Jaj, most már elfáradt, benne van az a baj, itt azért húz a víz rendesen, tehát az is rájátszik hozzá. Jaj, de jó. Na végre már hareszkaj. És ezek szerint a kis 6 grammos is haresz volt, bassza meg. Csak már rá kellett fogjak a dobra, mert mondom, elszalad nagyon. És itt vannak. Jó van, már ez elég. És jaj, jó is a halacska. Az is lehet, hogy elmegy, mert csak egy pici harok tartja. Egy pici harok tartja. Ne menjen el, kérlek, ne menjen. Kérlek, ne. És belefekszik a... Hát, még így megmutatom. Mert lehet, hogy amúgy meg nem lesz meg. Ott van. Hát mondjuk fogja a 2-3-as rúg, úgyhogy lehet, hogy még szerencsénk is lesz.
nem egyszerű a mutatvány, ezt tudjuk. A legrosszabb verzió, amikor szerencsétlenkedik a majom, és belehúzza a merítőbe. Na mindegy, ez már megvan, gyerek. Jó, a kutyának a fasz. Az meg várja, most megy. Na kérem szépen, megérkeztünk. Darán második dobásra fogott egy 6 és feles harcsán. De honnan tudod? Hát csak így megsacoltam. Így a bot görbületéből. Úgyhogy, hát, igen, túlértékeltem. Ja, magamat vettem, bocs, idáig. Gyönyörűen görbül a bot, Dara is egy vigyor, második dobás, ne világíts a pofában a semmit, nem látsz el a kamera sejét. Igen, gyönyörűen görbül a bot. Második dobásra. És ahogy kidobtam, mellé fordult, dus, mondja Szöcske, hogy elvétette. Mondom, aha, de utána jött, utána ott mondom, de utána jött és meg is lett. Fényeszek, jó van, ez jó nekünk a viharban. Egyébként nem tudom a helyzetet. Én 6 és felett mondtam a botról, kapásról. De én már sokszor mellé nyúltam. Parancsolj! Köszönöm. Igen. Igen, egy olyan 7-es körüli harcsa. Több az? 8 is van talán. Na majd a mérleg megmondja, mindegy. Nagyon ígéretesnek látszik az este. Jó, jó nagy púpos. Igen, igen. Nem túl. Hosszú, de jó púpos. De szép. Második dobás. Tisza. Igen. Igen, hát azért így már könnyen megsacolni. Mondanám is a pontos méretet. 7,51 deka. Köszönjük a lehetőséget. Így jó, oké. Nyugi, ne rohanj. Kis Majd de szép. Gratulál. Csinálj néhány fotót.